Köszönöm, hogy üdvözlünk mindenkit, Gerényi Károly Szakkollégium által szervezett nyitott előadáson, ahol meg Göreczi úrra fog előadni, akiről mindjárt beszélek egy kicsit, csak először még az este menetéről egy pár mondat. Szóval a felvétel készül, de ez a felvétel ez nem élőben megy, és az sem biztos, hogy kikerül bárhova is, de minden esetre készül felvétel, hogy amennyiben úgy adódik, akkor meg tudjuk osztani a nyilvánossággal. Nagyjából egy 1,5 órás előadásra kell számítani, nagyjából, és ezt követően lesz egy diszkuszió szekció, ahol lehet kérdéseket intézni, hozzászólni, vitába keveredni, bármi hasonlót csinálni, és ezt követően megyünk majd, ez szerintem a Paulusba, hanem az Apollóba. És ahogy az előbb már említettem, az este előadó Göreczi József, aki a Rábiersz Egyetem professzora, számos angol könyv szerzője és szerkesztője, rendszeresen publikál a Replikába, az Eszméletben többek között magyarul 3 könyve jelent meg, 2017-ben a Hasított fa című könyv, 2018-ban az EU és a világ, és 2021-ben pedig egy interjú kötet, amelynek az a cím, hogy Ott kívül a magyarázat. Legutóbb 4 éve, ha jól emlékszem, a Pécsen, a szociológia tanszék szervezésével volt egy beszélgetés a Paulus 9 termében. És az előadásának címe pedig Világ, Európa, morális geopolitika. És akkor átadom a szót, köszönjük szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Köszönöm. Hívás, és most becsukom elnézést. Jobbak az esélyeink arra, hogy lássuk is, hogy próbálok mutatni. Ez azért lényeges, mert ha nincs ez, akkor nincs előadás. Szóval köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, és akkor ilyen szép számban eljöttek. Az, hogy milyen hosszú lesz az előadás, azt én úgy tudom meghatározni, hogy nagyjából sejtem, hogy hány diát készítettem. Az, hogy meddig fog tartani, azt több oknál fogva se tudom. Egyrészt, mert néha van úgy, hogy elrad a hír, és egy diáról beszélek egy órát, ezt próbálom elkerülni. Másrészt pedig próbálom figyelni a közönséget is, és ha már úgy ennyien pillag a közönség, akkor próbálom összefoglalni a végét. Hozzáteszem egyébként, hogy a szórakoztató zenei része az előadásunknak az inkább a vége felé lesz, úgyhogy kérdezhetem, most rögtön megmondom, hogy próbálnak. Azért addig is legalább képen maradni. Szóval ez egy, amit most itt elő fogok adni, ez egy ilyen hibrid műfaj, van az értelemben, hogy 6-8 különféle előadásomból vettem ki darabokat, szegmenseket, és az egésznek az egészet azt tartja össze, hogy valamit mondjak a globális társadalom elemzésről. Erre egyáltalán miért van szükség? Azért van szükség, mert a társadalomtudományi hagyomány, mint szociológus, mint azt talán a továbbiakban inkább a szociológiára fogok utalni, főleg amikor kritikus megjegyzéseket teszek, de szerintem nagy részben igaz a többi társadalomtudomány nagy részére is. Olyan hagyományjal rendelkezik, viszonylag rövid múltra tekint vissza, és olyan hagyományjal rendelkezik, amely a kontinentársadalomban gondolkodik, tehát magyarul abban, tehát adottnak és definíciós elemnek tekinti egy-egy társadalom határait. Hát ez ugye mi Kelet-Közép-Európa történelmének ismeretében kicsi viccesnek találjuk, ugye ha valami mozog, akkor a határok mozognak a történelemben, de eleve ezzel van egy kis probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy a társadalom belső viszonyait sem fogjuk tudni megérteni az ennél magasabb léptékben, nagyobb skálán, adott esetben globálisan működő folyamatok megismerése nélkül. Ráadásul, mint ezt a küldött kis rövid ezen előadás összefoglalójában írtam, véletlenül úgy adódik, hogy 2000-ben volt, ugye nagyon kifejező zábra, ebben ennél maradnék, mert hihetek egy vonalon, szinte nem látunk semmit, ezt akár hiszik, akár mondjuk egy emelkedést jelez. Ez a vonal a világ globalizációs rátáját mutatja. A globalizációs ráta az úgy áll elő, hogy a külkereskedelem összegét elosztjuk a GDP-vel. És amiről most a barán bizonyos absztraktban, illetve most is beszélek, az ez a pont. 2000-ben állt elő az a helyzet először, hogy a világ társadalmainak külkereskedelme elért, illetve meghaladta a GDP-jük 50%-át. Más szóval 2000 óta
Most már számszakilag is úgy van, hogy a világ elsősorban globális, és csak másodszorban lokális. Nem tudom érthető-e, hogy mire próbálok utalni. Tehát ez volt 2000, és azóta mozog ez a vonal, de soha nem esett 50% alá. Na jó, de ennél sokkal érdekesebb dolgot szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Ez a kék vonal, ez az EU globalizációs rátája. Tehát, hogyha kiveszem csak az EU tagállamokat, ugye az EU egy elég erőteljesen kereskedelemre specializálódott szervezet, neoliberális elvek alapján szerveződik, mint tudjuk. Tehát ez várható volt, hogy mérhetően magasabb lesz a globalizációs rátája, mint a világi általában. Ugye? Na, akkor jöjjünk kicsit közelebb. Itt van ez a mi kis szomszéd országunk, Ausztriának hívják, kicsit kisebb, mint Magyarország. A méret számít, ugye, mert minél kisebb egy állam, annál valószínűleg, hogy jobban el van utalva a külkereskedelemre. Ugye? Tehát a belső piac és a külső piac közötti viszonyok mások. Lényeg az, hogy Ausztria még az EU átlagnál is globalizáltabb társadalom. És ugye most itt megkérdezném, hogy a résztvevők szerint a következő az lesz, hogy felteszem erre Magyarországot, de hol van Magyarország ezen belül? Hova várjuk? Addig pedig iszom egy portiát itt. Arra jók ezek a kérdések, hogy... Nos? Semmi nem múlik rajta, igen? Még feljebb, igen. Mindenki kapaszkodjon. Okay. Az adatok, ezt most olyan adatból vettem, amelyek 90-es évek elejétől kezdődnek, tehát az államszocialista időszakra vonatkozó adatok nincsenek ebbe benne. Az a bajom, hogy már nem emlékszem, hogy honnan jutottam korábban, de voltak erre vonatkozó adataim az államszocializmusra is. Az is magasabb volt, mint a világ átlag. Tehát Magyarország nagyjából azt bizvást mondhatom, hogy a 70-es évek eleje óta, de valószínűleg, hogy még korábbi időpont óta soha nem volt a világ átlag alatt gazdasági globalizációjának mértéke tekintetében. Most miért mondom ezt? Hát egyrészt azért két dolgot szeretnék ebből kisütni. Az egyik, hogy ennyi kritikával szeretném illetni azt a társadalmi önreflexiós rendszert, amely nem erről beszél állandóan. Hát ugye ezt most azért nem kéne ezt tudni. Nem kéne ezzel egy kicsit úgy, tehát hogy ezt nem ebből kéne kiindulni, hogyha arról beszélünk, hogy mi van Magyarországon. És a másik pedig ezen belül, tehát most ez egy ilyen általános politikai megjegyzés volt így április 5-én. De van ennek egy konkrétabb, mondjuk a társadalomtudományok vagy a szociológiára vonatkozó, szerintem még élesebb összefüggése, és most nem azt fogom mondani, hogy milyen vacak a szociológia, hogy a magyar szociológia, hogy nem vesz erről tudomást, nem ez a lényeg. Hát nem ártana, de mondjuk, de nem ez a lényeg. A lényeg az, és itt fordítanám mondjuk így a saját magunk használva a dolgot, nem ártana esetleg elgondolkozni azon, hogy egy ilyen mértékben globalizált társadalom az milyen formajegyekkel fog rendelkezni. Tehát, hogy mi a magyar társadalomban általunk megfigyelt, tapasztalt, érzékelt jelenségek közül melyek azok, amelyek közvetlen összefüggésbe hozhatók ezzel. Ez azért fontos, mert ugye arra is következtés vonhatunk le, hogy melyek azok az aspektusai a magyar társadalom valóságának, amelyek megváltoztathatók az a gazdasági vagy globális gazdasági integráció mellett, és melyek azok, amelyek nem. Egyébként csak így mondanám, hogy nagyjából képbe legyünk, hogy miről beszélünk. Magyarország 12. a világrangsorban globalizációs tekintetben, tehát a világ 12. legglobalizáltabb országa, érdekel olvasással, hogy mely társadalmak vannak előttünk. A mi régiónban egyedül Szlovákia jelenik meg a 9. helyen. És
Mindez, hoppá, 170 ország közül. Tehát 170, most a világon van kb. 200 országokból, 30-ra most mondjuk tegyük fel, nincs adat, mindegy. A lényeg az, hogy azok közül, a 170 közül, melyre van adat, a 12. legglobalizáltabb társadalomban vagyunk, élünk, mi. És akkor ez volna az a pont, ahol ráfordulnék a dolognak mondjuk a bennünket érintő, hát hogy mint társadalomtudósokat érintő vonatkozásaira. Nevezetesen mi kéne, hogy tudjunk egyet s másra arról, hogy mit jelent ez a folyamat. Tehát a magyar társadalom ismerete azhoz elvezethet bennünket, hogyha megfelelő fogalmi készlettel közelítjük, elvezethet bennünket olyan meglátásokhoz, mely meglátásokat más társadalmakból nem tudunk levezetni. Vagyis, még másféleképpen fogalmazzak, ebben áll szerintem a magyar társadalomtudomány egyik kognitív kitörési lehetősége. Ezt a terminológiát egyébként 90-es évek elején egy Veszeli Anna Csepeli György és azt hiszem talán Örkényt által jegyzett magyarul is és angolul is megjelent tanulmánytól vettem át, amely azt valahogy úgy szólt, hogy a kelet-európai szociológia kognitív lehetősége vagy esélyei valami ilyesmi. Egy nagyon meghatározott álláspontot képviselt. Azóta ez valahogy elcsitult. Tehát volt egy pillanat, amikor erről még lehetett beszélni 91-92 körül. Azóta egy szót nem hallunk erről. Egyébként az ő részükről sem. Tehát egyszerűen az történt, hogy volt egy ilyen fényes, csodálatos ötlet, és aztán elhalt. Szerintem ez egy nagyon jó felvetés. Igenis vannak konkrét, kézzelfogható, csodálatosan érdekes, kognitív kitörési lehetőségei a magyar társadalomtudománynak, a magyar szociológiának, a magyar társadalom tapasztalatai alapján. Csak hát úgy nem fog sikerülni, ahogy közelítjük a magyar társadalmat. Tehát át kell rendezni az eszközrendszerünket, amivel közelítjük, ahhoz, hogy meglássuk ezt. Hogy mit értek ez alatt, és itt akkor definiálnám azt, hogy tulajdonképpen a ma este milyen, hát mondjuk így paradigmában fogok beszélni. Ez a név, ez a modernizáció elmélet, függőség elmélete, világrendszer elemzés és posztkoloniális elemzés. Ez a négy, hát én oktatási célból ezt a négy, hát hogy mondjam, fogalmat szoktam, vagy ezt a négy elmélet csoportot szoktam elkülöníteni, tehát hogy amikor ilyet tanítok, akkor először modernizáció elméletről beszélünk, akkor annak a kritikájára, hogy a két kialakult függőség elmélet és így tovább. Tehát én valahol a világrendszer elmélet és a posztkoloniális kritika között helyezkedem el, ami azt jelenti, hogy nagyjából úgy képzelem magamat, hogy egyik lábom van az, hogy a fél lábom van az egyikben, másik fél lábom van pedig másikban állok, és a harmadik fél lábom van pedig Magyarországon, vagy nagyjából itt, tehát hogy ezt próbálom összehozni. Egyik sem tökéletes, tehát a posztkoloniál alapján csodálatosan lehet kritikával illetni Wallensteint, és Wallenstein nagyon éles dolgokat tudna mondani a posztkoloniáról, ha még élne. Akkor azt most lefordítom egy másik nyelvre, egy ilyen közvetlenebb, mondjuk így emberibb nyelvre. Számomra mondjuk vonzóbb, konszenvesebb nyelvre. Nevezetesen. A számomra a a magam számára a leghasznosabbnak talált módszertani kiindulás az, hogyha nem a felül, hanem az alul levők nézőpontját sajátítom el. Tehát, legyen szó jó szerivel bármiről, keressük meg azt, hogy látják ezt azok, akik a legjobban szenvednek a következményeitől. Meg visszatérek erre egy picit, de most csak hagyom ezt ülepedni. Fotó egyébként az előző is, ezt mondja az előző, bocsánat, ezt elfelejtettem, ezért kicsit dicsekednék, tehát ez a
fotó, ez Dhakában, Bangladesh fővárosában. Ez egy olyan ország, amely messze magasan a külföldön dolgozó erdődetét tekintve paraszt, hát ilyen esőerdőbeli paraszti háttérből érkező és részben Szingapúrban, részben pedig az arab öbölben dolgozó vendégmunkások átutalásaiból él. Tehát messze magasan a legnagyobb jövedelemforrása Bangladesnek az az átutalások, amit a, hát a férfiak, akik elmennek dolgozni, hazaküldenek. A második legnagyobb jövedelemforrása pedig a ruha összevarrás. Tehát magyarul a férfiak összeházasodnak, ugye tradicionális faluba. Házasság megtörténik, a pasas elmegy dolgozni Dubájban, nem látja, vagy Katárban, vagy Szingapúrban, nem látják 10 évig, vagy 15 évig, küldi a pénzt, és az asszony pedig unalmában, vagy nem unalmában, hanem az anyagi problémáik áthidalása végéhez elutazik Dhakába, a fővárosba, és egy ilyen sweatshop jellegű, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, tehát ilyen brutális munka körülmények között varja azokat a ruhákat, amiket mi hordunk. Tehát nagyjából ezt lehet nézni szociológiailag, ezt lehet elemezni. Ezeknek az embereknek vannak szempontjaik, azokat meg lehet érteni, és azon szempontok megértése révén rá tudunk jönni olyan dolgokra, amelyeket esetleg amúgy nem láttunk volna a egyébként létező társadalmi beágyazottságunk következtében, amelyek részben láttatva bizonyos dolgokat, részben pedig vakká tesz bizonyos más dolgokra bennünket. Ezért próbáltam ezt így előhozni. Életem szerencsére az volt, hogy jártam ilyen helyen, úgyhogy ezt is ott mutattam. Na. Lényeg az, hogy most egy kicsit elméletről beszélek, nem túl mélyen. A probléma, ami a globális elméletek, hogy mondjam, társadalom megértő hatását csökkenti, hogy ilyen furcsán fejezem ki magam, szóval ami terheli a rendelkezésünkre álló elméletek óriási részét, az a teleológikusságuk. Teleológikusság az egy görög szó, telosz, szerintem ismerik is mindannyian, cél, tehát a ógörögben, ha jól tudom, hajdan volt bölcsész hallgató koromból, hogy aztán azt talán a nyílvövés, a célba lőttek, azt a céltáblát jelentette a telosz. Tehát a telosz, mint cél, tételező elmélete, ez négy darab egymáshoz kapcsolódó feltevésből táplálkozik. Az első feltevés az, hogy az emberiség történelmének van iránya, vagyis egyfajta ontológiai optimizmus. A második, hogy ez az irány megismerhető, tehát episztemológiai optimizmus kapcsolódik hozzá. A harmadik, hogy mi, vagy én, a történelem elemzője, konkrétan ismerjük is ezt az irányt. Mondjuk így egyfajta episztemológiai hübrisz. És még egyszer, ez az irány, ez egy vektor, egy egyértelmű, egyetlen vonalból álló nyíl, tehát egyik végén egy irányt jelző egyenes vonal, amely felénk mutat. A felénk természetesen a nyugatot jelenti. E négy feltevés kombinációja az, amit el kéne vetni. Nem azért kellene elvetni, mert nem szeretjük, vagy mert a pörös tanár azt mondta, hanem azért, mert teljesen egyértelműen tévesek. Mind a négy téves. Gondolom értékelik, hogy Edward Saidról találtam egy olyan fotót, ahol éppen röhögcsél így a kezébe, kis kedvesen a Orientalizmus című könyv szerzője, a posztkoloniális elméletek egyik legnagyobbja. Tehát az a gond ezzel a négy feltevéssel, hogy nem érvényesek. A feltevések nem valósulnak meg. És ebből mi következik? Az következik bele, hogy az e feltevéseken alapuló elméletek hibásak lehetnek. Csak hibásak lehetnek. Na jó.
Ezzel most egyébként nem tudom, mennyire érzékelik azt, amit mondok, de hát ezzel itt most egy elég erős megjegyzésünk van. Nagyjából ugye a létező, mondjuk így európai társadalom elméleteknek olyan 90 fölötti százalékát kiinstoltuk. És ezzel most akkor a jó kérdés az, hogy jó, hát oké, de akkor mi legyen helyette? Tehát akkor hogy kéne elindulni? És már arra tettem bizonyos említést, tehát arra, hogy át kellene, hogy mondjam, az eszközrendszert belül a lelkünkben, vagy nem tudom, a fejünkben, vagy az érzelmi rendszerünkben az eszközrendszert át kéne állítani arra, hogy lehetőleg ne Brüsszelből, vagy Washingtonból, vagy New Yorkból lefele-kifele nézelődjünk, hanem angolról fölfele. Ugye ez egy dolog. A másik pedig, hogy tudatosan kerüljük a céltételező feltevéseket a gondolkodásunkban. Ennek az egyik lehetséges módja, többféle is elképzelhető, biztos vagy benne, az egyik lehetséges módja az, hogy mielőtt erre rátérnék, ezt átírtam a címet ennek fényében, tehát ugye az előadás, mostantól kezdve az új címe az előadásnak, Világ Európa, morális, értsd, nem teleológikus geopolitika. Tehát ezt nem lehet látni, nem is tudom, hogy egyáltalán lesz. Ez egyébként egy kalkuttai utca, csodálatos, nem tudom, 18-as busz, ami ott megy, és éppen a hirdetés job. Itt a két irányt elválasztó kis járda közepén ott a ember éppen telefonál. Tehát ez egy középosztálybeli, tehát mit tudom én, nem ismerem annyira, de mondjuk Budapesten, mit tudom én, a Böszörményi út körülbelül annak megfelelő Kalkuttán van. Tehát ugye az lenne a cél, úgy operacionalizálnám a célkitűzést, hogy nem eurocentrikus, nem. Hát erre nem tudtam jobb szót, mert nem tudom magyarul, mi az, hogy westplaining. Tudja valaki, hogy mi az, hogy westplaining egyáltalán? De a westplaining az ugye az arra használják, amikor indiai vagy afrikai haverjaim szokták mondani, amikor nagyon belevallom magam valamiben. Jó, oké, enough of the westplaining. Tehát amikor a nyugatiak ugye úgy érzik, hogy az a feladatuk, hogy elmagyarázzák a többi bugrisnak, hogy mi a helyzet. Tehát ez a lefelé magyarázó, kioktató attitűd. Hát ezt kéne kerülni. Nem nyugatba ájuló, ezt kifejezetten a mi kedvünkért tettem ide, mert ezt mi nagyon gyakoroljuk. Nem passzív, agresszív, nem magas modernista, nem neoliberális, nem neokonzervatív és aktívan antirasszista elmélet. Ilyet körülbelül olyat kéne írni, ami nagyjából ezeknek, ilyen társadalomtudományt kéne csinálni. Nagyjából ez volna a cél. Azért vagyunk bizonyos értelemben csodálatos helyzetben vagyunk, mert ez a globális, mondjuk a szociológiában, tehát a társadalomtudományban a globális megközelítés nagyjából egy generációval ezelőtt kezdődött, tehát magyarul viszonylag kidolgozatlanok még a rész elemei. Tehát egy csomó mindenben még, aki most beszáll ebbe a dologba, még változtathat azon az irányán, tehát nincs lezárva egy csomó minden. Tehát itt állunk, van egy globális szellemi mozgalom, aminek részeivé válhatunk, és irányíthatjuk, vagy befolyásolhatjuk az irányát. Körülbelül ez az izgalom tárgya legalábbis azokban a világokban, amiben én próbálok mozogni. Tehát a narratív perspektívának a megváltoztatása az, amiről eddig beszéltem. Ez három hivatkozást tennék itt, volt kiindulva, hogy bölcsészkaron vagyunk, talán feltételezem, hogy ezek némelyik dereng valamelyest. Az első az Bakhtin, akinek ugye a kommunikáció elméletének az alapköve az ugye az, hogy az üzenetben always the addressee is always already there, tehát hogy az, hogy kihez beszélünk, az már mindig benne van a megszólalásban. Tehát az a modell, hogy beszélő, üzenet és címzet, az abban az értelemben hibás, hogy a beszélő már tekintetbe veszi a címzetet, és az üzenetben megtaláljuk a
címzettet, tehát kódolva van benne. Tehát a narratív perspektíva váltás ugye az azt jelenti, hogy ki beszél, kihez, miről. Jó? Ki beszél, kihez, miről. Mind a hármat változtatni tudjuk. Még azt is meg tudjuk változtatni, vagy legalábbis bizonyos keretek között, hogy kik vagyunk mi. Tehát még az elsőt is meg tudjuk változtatni. Ez egyébként a legnagyobb kihívás és a legérdekesebb az egyik szerint, véleményem szerint. A második hát hagyomány, amire ez utal, a 70-es évek elején az amerikai, tehát ugye volt egy nagy baloldali hullám az amerikai egyetemeken, ez meg találta a hatott az antropológia tudományára is, és egy sor antropológus úgy fogalmazta meg az ő szakítását az antropológia tudományával, hogy ők úgynevezett instead of studying down, we're gonna study up. Tehát ugye ahelyett, hogy lefele tanulmányoznánk a világot, tehát ugye ahogy az antropológia kialakult a 18. század végétől, tehát ugye a gyarmattartó országok elküldik az antropológusokat a gyarmatokra, hogy megértsék, hogy mi a jó Isten mozgatja ezeket. Ehelyett az antropológus, ami még ugye tart ez a tradíció a mai napig is tart, ehelyett az antropológus dolga az volna, mondták a 70-es évek elején ennek a mozgalomnak a képviselői, hogy fölfele vizsgálódjunk. Tehát tanulmányozzuk a gyarmattartót. Ennyi körülbelül erről, nem akarok erre elindulni, csak mondom, hogy volt ez a dolog is. És hát a harmadik dolog, ami a legradikálisabb eddig, ami kialakult, az, amit ugye oldalirányú gondolkodást, tehát a lateral thinking néven illetnek. Ez a posztkoloniális kritika egyik legradikálisabb húzása. Mi az állítás lényege? Az, hogy mi posztkoloniális szubjektumok, tehát mondjuk Sri Lankai születésű, jamaikai antropológus, aki Kenyát tanulmányozza, mi nem úgy fogunk megszólalni, hogy a britekhez beszélünk. Még úgy se, hogy a brit tudományosság legnagyobb csúcsaihoz beszélünk. Hanem úgy fogunk beszélni, hogy esetleg a kenyaiakhoz. Tehát oldalirányban, nem így. Most ez, hogyha ilyen szempontból, ez egy rendkívül egyszerű eszköz, amit most itt próbálok mutatni, hogyha most így végig gondolják azt, hogy mi került a kezükbe, mondjuk például magyar vagy kelet-európai társadalomtudomány címszó alatt, ami bekerült egy nemzetközi körforgásba, hogy abból, ami ugye működik, abból annak mekkora százalékára mondható el az, hogy nem a főnökökhöz jelent. Tehát nem Nyugat-Európának vagy az amerikai tudományosságnak jelenti, hogy itt mi. Elég sokat tudnék erről még mesélni, de ezt csak így próbáltam, hogy ezt is így feldobni, hogy hát ha valakinek szöget üt a fejére. Ezt a fotót ügyetettem. A jobb oldalon ugye Gareth Chakraborty Spivak, aki a posztkoloniális elemzés egyik legnagyobb filozofusa, Columbia Egyetem tanára, egy indiai születésű, aki Derridát fordított angolra egyébként, csak így mondanám. És a mellette pedig Angela Davis, aki az önök generációjának talán semmit nem mond, vagy nem keveset talán, de minden esetre az amerikai, a 60-as évek vége, 70-es évek elejé amerikai tiltakozó mozgalmak egyik legnagyobb szimbóluma volt a polgári mozgalom. Szintén filozófus egyébként. Kalifornia Egyetemen. Na és akkor most, akkor gyorsan átrohannánk a világtörténelmen, jó 10 perc alatt. Kezdeném azzal, hogy megmutatnám nagypapát. Ez egy művészek által rekonstruált, de nem teljesen képzelet alapján, hanem csontok alapján rekonstruált
Férfi arc, Homo erectus, 100 000 és 2 millió év közötti időben élt Földön. Innen indultunk, konkrétan innen indultunk. Nagyjából innen. És az emberiség ugye álló mozgás formájában hát viszonylag lassan terítette be a bolygót, tehát az utoljára elfoglalt területet 4500 évvel ezelőtt. Több hullám volt, és ebben nem nagyon tudok belemenni, gyorsan ugrunk egy nagyot, 200-as év, tehát időszámításunk szerint 200-ban. Ez egy East-West Communication in the Year 200 című tábla, ami a Cultural Flow Between China and Outside World Throughout History című könyvben találtatott, egy Shenfu Wei nevű kínai gazdaságtörténész tollából. Az érdekessége, ami miatt nem tudok szabadulni tőle, tehát minden a előadásomban megmutatom, majd vissza is térünk a vége felé erre, az megdöbbentő benne, hogy már 200-ban a kínai árucikkek eljutottak Észak-Olaszországba, a görögségbe, hát az természetes, hogy Alexandria, tehát Észak-Afrika, Nyugat-Ázsia, tehát befonták a rendelkezésre álló teret, a kereskedelem lefette azt a teret, ami rendelkezésre áll, afro-eurázsiai kereskedelmi rendszer. Hát 200-ban, akkor az mondjuk egy nagy jó 1300 évvel a kapitalizmus kialakulása előtt. Ennek egy későbbi verziója, ezek a 13. század, 10 jól elkülöníthető kereskedelmi hálózat létezett a világon. Volt egy kelet-ázsiai, egy japán déli része, koreai félsziget és Kínának a tengerparti része, és akkor ezek úgy vannak, hogy ezek ilyen átfedésben vannak egymással, tehát van egy ilyen nagyobb, és a kettő között van egy ilyen átfedési terület. Tehát az átfedési terület, különösen érdekes ez az átfedési terület, tehát a Kínnak a 8-as és a 7-es közötti átfedési terület, ez itt a mai Malajzia, ez itt Malakka. Malakka azért érdekes, mert egy teljesen egyértelmű, hogy a kapitalizmus előtt a világkereskedelem abszolút központja a Malakka volt. Malakkai szultánnak van egy rendkívül híres ediktuma, amelyben, mint uralkodó, rögzítette a kereskedelem szabályait. A kereskedelem szabályai körülbelül arból álltak, hogy senki nem bánthat senkit, tisztességesnek kell lenni, és hosszú távra kell gondolkodni. Hát ez szerintem ez liberálisabb, ez az ediktum, mint mondjuk a WTO. Vagy nagyjából azon a szinten van. Amikor az európaiak először eljutottak Malakkába egyébként, ez egy portugál flottilla volt, a kapitány rögzítette a szituációt, amit ott talált. Számításai szerint 80 fölötti számú nyelven beszéltek Malakkában. A lingua franca a maláj volt, és a kereskedelem mondjuk ezen kereskedelmi körzet és eke körzet között úgy történt, hogy a e körzetből érkező hajók itt beálltak a múló egyik oldalára, ebből érkező hajók meg a másik oldalára. És akkor átrakták a cuccost innen ide, és akkor mentek vissza. Malakka egyébként azért lett az rá, ami, mert rendkívül szerencsés a fekvése a monszun következtéletek van, ugye uralkodó szelep. És van egy időszak, amikor nem lehet hajózni az Indiai-óceán, vitorlázni, és akkor ezt klasszul megvédte ott. Tehát az volt a kereskedelem időszaka, ugye, amikor egymás mellett átalakuló kereskedelemnek hívják egyébként Antropotré. És hát az érdekes az, hogy ennek a Retiers Networknek nézzük, tehát hálózati szempontból tekintjük ezt az ábrát.
megcsináltam, de most ezt kihagytam, akkor az érdekes az, hogy nyilvánvaló, hogy az a legszerencsésebb régió, amelynek a legtöbb kapcsolata van. Hiszen a legtöbb kapcsolattal, a legtöbb átfedéssel rendelkező régió az, amely ugye a kapcsoló táblája a rendszernek. Most megnézzük, a legtöbb kapcsolatrendszerrel rendelkező régió ebben a rendszerben, tehát a 16. századról beszélünk, az ez a régió, mi itt vagyunk, ott. Egy olyan régióról beszélünk, ami mi is benne voltunk. Amúgy, csak úgy halkan mondom. Ezt se tanultuk. Igen, illegális nem. Tehát nem említette, hogy elfejtették megemlíteni, hogy a kapitalizmus kialakulása előtt nem tudom néhány száz évvel a világ legizgalmasabb kereskedelmi rendszerében benne voltunk, és nem valahogy. Egyébként, ami miatt ezt szoktam tanítani, az az, hogy az egyes régió, mint ez Amerikában főleg érdekes a diákok számára, hogy az ugye a nyugat, meg őket arra tanították, hogy csak a nyugat, minden csak a nyugat. Nem tudom, önöket biztos nem arra tanították, hogy igen. De a lényeg az, hogy hát az egyik legelszigeteltebb ebben a rendszerben, és amikor pár száz évvel később az első brit hajósok megérkeztek Indiába, akkor a leereszkedő könyörület érzeménye hatotta át az indiaiakat. Szerencsétlenek. Itt hajóznak már nem tudom én, 3-4 hónapja, már a vízük megposhadt, és tiszta ezért betegek, még minden bajuk van. Hát engedjük már be őket, mit akár csak kereskedni akarnak, jó, már eladunk nekik valamit, aztán meg. Körülbelül ez volt, tehát ez volt a reális viszony. Az igazi, hogy mondjam, hát a csúcsminőségben a rendszerben az Kína és az útközben levő indiai félsziklőket, vagy hát szubkontinens volt. Most egy picit még gyorsan mutatnék csak a hát teljeség, azt nehéz lenne mondani minek a kedvéért, de hát mindegy, mondjuk egy érdekességként. Sokat beszélünk a nemzetközi egyenlőtlenségről. Az nemzetközi egyenlőtlenségen ugye azt értjük, hogy az meglevő, nem tudom, X országban a világon azok közötti átlagos jövedelembeli különbségek. Most ezt azért tartom érdekesnek itt megemlíteni, hogyha hosszú távú történeti szempontból nézzük a dolgot, akkor ez az egyenlőtlenség ez gyakorlatilag nem létezett az emberiség történetében egészen eddig a pontig. Tehát ez a nullától, tehát Krisztus születésétől 1500-ig mutatja azon országoknak az átlagos gazdasági teljesítményét, amire egy Angus Madison nevű brit gazdaságtörténész szavatai beszéléseket nyújtanak. Van itt egyetlen egy, amelyik egy kicsit a két, tehát ez a 100% a világ átlag, ez az 50%, ennek a 200. Jó? Tehát a kettő között mondanám úgy, hogy ez a közép mezőny. Itt egy picit Itália, tehát ez a ilyen római birodalom. De egyébként, hát egy ilyen, már azt mondanám, hogy egy ilyen, hát én is tudom, hát ilyen szocialista, globális rendszerre emlékeztet. Hogy értékel? Hát úgy, hogy mindenki csak kereskedett, és a kényszer eleme nem volt benne a rendszerben. És akkor az 1500-as évek elejére jutunk, és akkor mindenki kapaszkodjon meg a, nem tudom, mi biztonsági övekbe. Sok mindent ki lehet okumlálni ebből a rajzból. Most én csak egy pár dolgot említek, ami teljesen nyilvánvaló. Először is. A jövedelem tekintetében ugye először a gazdagok lépnek ki ebből a középső sávból. Ugye? Tehát ez Itália, ezek a hollandok, ezek a britek, franciák és Amerika. Tehát ezek, amit Wallerstein úgy hív, hogy a hegemónia ciklusok. Globális hegemónia. Az igazán borzasztó összeomlás, tehát a tragikus mély szegénység, az tulajdonképpen itt, 1800 és 1850 között indul el. Ez a kettő egyébként, most nem tudom melyik az egyik, az Kína, a másik pedig India.
Ez, amit mi úgy tudunk, hogy az indiai nyomor, az kb. 150 éves sztori. Mit úgy ismerünk, hogy a borzalmas kínai szegénység, az kb. 100 éves sztori. Kettőjük közül Indiát gyarmatosították, Kínát még csak nem is gyarmatosították, Kínát háborús úton húzták le. De miután ez nem működött igazán önmagában, ezért még rájuk döntötték az ópiumot is, és az ópium dömping következtében összeomlott a császári uralmi rendszer, és ennél fogva a Kína védelmi reakciói is gyengültek, de ezzel együtt nem sikerült gyarmatosítani az egész országot. A maximum, amihez eljutott a nyugat, az az volt, hogy néhány kikötő városban kaptak szabad kereskedelmi területet. Szemben mondjuk Indiával vagy Afrika jelentős részével, szinte egész Afrikával, amit ugye úgy, ahogy van, leraboltak. Nagyjából ez a tehát ez az, amit a Balestein nyomán, ugye centrum, félperiféria és periféria hát rétegződésnek nevezünk, tehát a világ országainak eloszlása a jövedelmi szempontból kb. A 15% van a nagy lelkűen számolva a centrumban, és kb. 50% a periféria, kettő között. A félperiféria mi egyébként egész történelmünk, mármint a történelmünk azon időszakában, amire adatok, beszélések vannak, itt, tehát a 100 és a 200 között, de inkább ugye a 100 és a 150 között, itt, így helyezkedtünk el, ma is itt vagyunk. Egyébként az ismert adatok alapján a legegyfőrejtő GDP tekintetében a világhoz viszonyítva Magyarország legjobban 60-as évek vége és 70-es évek vége között volt. Csak gondoltam, hogy mondok ilyen érdekes dolgokat. Kicsit mondjuk intuitíve nem erre, nem ezt látok volna, ugye? Na. Ennek egy kicsi feldolgozása, ami most jön, ezen gyorsan megpróbálok átfutni. Tehát ez a Hollandia először, ugye egyfőre jutó GDP-be a világátlaghoz képest, itt ez a 100-as a világátlag, tehát ugye itt ez az Itália, ugye a városállamok, ez a holland hegemónia, a brit hegemónia, és akkor itt van valahol az Egyesült Államok, és Svájc is valahol belejött arra, hogy valószínűleg semmi elméletem nincs, hogy kerül oda Svájc. Én sem tudom, hogy mit kéne, hogy ez nem egy kis probléma, mindegy. Amit valamennyien ismerünk ebből a dologból, ebből a globális egyenlőtlenségből, az a szegénység. Ugye? Tehát a ténye. Itt most én nem nagyon akarok itt, hogy mélyen belemenni, senki nem tudok belemenni, csak így halkan jelezni, hogy a világban pár évvel ezelőtt úgy döntött, hogy 5,5 dollár az abszolút szegénységi létminimum a világon. Ugyanazon bank számításai szerint az emberiség 46%-a él 5,5 dollárnál alacsonyabb jövedelemből. Borzasztó egyenlőtlen lakszik el persze földrajzilag, de ez amiről tudunk. Ez az állapot, ahol ugye olyan betegségbe halnak meg az emberek, amelyeket tudunk gyógyítani. A gyerekek azért, a születéskor várható élettartam azért olyan rövid, mert a gyerekek óriási része meghal egy éves kora előtt. Egy másik része olyan mértékig alultáplált, hogy alultápláltsági idiotizmusban és fizikai sérülésekben él. Továbbá az emberek jelentős része ugye folyamatosan nem jut ugye iható vízhez, tehát ugye azt is halkan jelezném, hogy elindulunk ilyen keleti vagy délkeleti irányba, akkor a magyar határtól legközelebb Szingapúrban van, ahol meg lehet inni a csapvizet. Tehát ugye arra, hogy mi hogy szenvedünk itthon, nekünk mennyire borzasztó. És akkor ivóvízben zuhanyozunk. Tehát ezt mondjuk azért harmadik világbeli barátok messzire nem bírják. Nem. Elég száll. A lényeg az, hogy ez mind nem kéne, hogy legyen, mert bőven megvan rá az erőforrása az emberiségnek. Csak úgy osztjuk el a jövedelmet, hogy
hogy ez van. Miért? Hát azért, mert ugye van másik oldal, a világ az egy elképesztően vad hatalmi rendszer, aminek az egyik több lényege van, az egyik, tehát a hatalmi, mondjuk így, hát szektora van az a hatalmi rendszernek, az egyik szektora az elidegenítés, vagy a jövedelem kisajtolás, hát ez a világban tehát értelemben arról szól, hogy a jövedelem, az érték, az áramoljon a világból, abban a 10%-ban, amelyik nem tud mit kezdeni vele, és belehal a szemétbe. Mert meg a kidobott kajába, meg a túltápláltságba és ilyen jellegű problémákba. Ez a rendszer, gondolom ide teszem így a magyarok kérdőre, ezt a HVG nevű csodálatos újságból. Ennek van egy rovata, ahol semmi más nem csinálnak, mint a magyarok, tehát egy mondjuk 12 magyar át, kizárólag 12 fő által, hogy mondjam, nek van annyi pénze, hogy megvásárolja ezeket az autókat, amelyeket ott reklámoznak. És akkor mi megvesszük a HVG-t, és akkor abban elolvassuk, hogy a szuper-szuper multimilliárdosok milyen autót vehetnének, ha volna kedvük. Van értékhetőre. Na akkor kicsit menjünk még vissza ehhez a Kína témához. Ez egy viszonylag széles körben használt ábra, nem tudom, találkoztak-e már vele, bárhol. Ez két hajót ábrázol, ugye? Ez, meg ez. Hát ezzel esetleg kellett, hogy találkozzanak, mert ez elég széles körben ismeretes. Valaki? Santa Maria. Carvela, igen, ez konkrétan? Columbus. Columbus, ez a Santa Maria. Ugye, tehát három hajó, ez a zászlós hajó. Tehát ezen utazott a parancsnok. Ez majdnem 100 évvel korábban a kínai, a Ming udvar által létrehozott tengeri flotta vezérhajója. Méret helyesen, ha egymás mellett álltak volna, valaha is így nézzek volna ki. Csak azért mondom, mert itt a méret az a technológiai, hát hogy mondjam, előnyöket jelzi. Tehát a spanyol királynő is elfogadta volna, ha tudott volna ekkora hajót ilyen vitorlázattal, csak nem tudott. Nem volt rá pénz, és nem volt rá szaktudás. Kínában, 100 évvel korábban megvolt. Tehát így azért pici összehasonlítás mindig jó, ilyen Columbus, 15. század vége, három hajó, 87 fővel, Admiral Zhang He, a kínai flotta admirálisa, 1405 és 33 között, 2-300 hajó, 28 ezer körüli számú legénységgel. Ezt, úgy képzeljék el, hogy ezek formációba hajóztak. Tehát középen van a Zhang He admirálisnak az a hajója, majd van 4 adjutáns hajó, tehát a közvetlen helyetteseinek a hajója, és akkor van 8, vagy nem tudom mennyi, hogy jön ki a matek, 9, melyik még nagyobb, tehát egy ilyen, körülbelül olyan logika szerint hajóztak, ahogy mondjuk a kínai nagyvárosok városszerkezetek ki van dolgozva, tehát ugye középen van a mértani középen, például Pekingben is a császári palota, és akkor körülötte ugye ilyen négyzetes, ahogy kifele egyre távoló logika szerint, ugye, tehát minél távolabb kerülünk a központtól, annál kisebb a hatalom, minél közelebb, ugye annál emelkedettebb a hatalom, ugye ez a logika lényege. Na, így hajóztak. Miért tették ezt? Nem azért, hogy legyarmatosítsanak bárkit, eszükbe nem jutott. Erre vonatkozó legjobb dumát azt egy kínai barátom mondta, hogy figyelj, kínai kajánál úgy sincs jobb. Tehát miért akarnánk mi bármit azoktól? Így elárul egy kicsit a nacionalizmus nevű sajátos logikáról is, de valami igazsága vagyon abban az értelemben, hogy azok a nagy kereskedelmi rendszerek, amiket mutattam, történelmen bőven kapitalizmus előtt, azok lényegében azt lehet mondani, hogy a kínai árucikkek plusz egy néhány indiai fűszer kedvéért jöttek létre.
A fő problémájuk a nyugati, az európaiaknak, főleg a nyugat-európaiaknak az volt, hogy nem tudtak mivel fizetni a kínai árucikkekért, amelyeket szerettek volna. Ennek a logikája ugye az, hogy a kínai társadalomnak, a gazdaságnak nem nagyon volt szüksége olyan dolgokra, amiket ők kívülről be tudott volna hozni. De nem ez volt a cél. Tehát nem gyarmatosítás, még csak nem is igazán kereskedelem. Kereskedelem az ilyen, főleg azért, hogy jobba legyünk. A lényeg az a jobba legyés. Tehát amikor Zseng Admirális és a 200 nem tudom hány hajója megérkezik mondjuk Malakába, akkor a malakai szultán kimegy a mólóra, és azt látja, hogy egy erdő közeledik feléje, és akkor ő lányos zavarában alá is írja rögtön kölcsönös barátsági és meg nem támadási szerződést Kínával, és ezzel a kínai, a Ming udvar elérte, amit akart. Tehát a kínai geopolitika lényege az volt, hogy Kína iránt jó szándékú szomszédokkal legyen körülvéve. Nem tudom, hogy ez szükségszerűen jó dolog-e, vagy jobb-e, de csak azért nagyon fontos, hogy más, mint a gyarmatosítás volt. Az más logika volt. Ez egy korabeli ábrázolat Erdkald Zseng admirálisról. Ezek hét hát ilyen utazásáról tudunk, ez annak a térképe. No. Ez most egy kicsit akkor megint fordítok a dolgon, még bírjuk? Vagy már nagyon? Már, most már közelítünk a jó dolgokhoz. Ez semmi, csak a lakosság arány. Tehát ugyanebből a... egy másik forrásból, amely arra vonatkozóan közölt becsléseket, hogy adott irodalmaknak mekkora volt a lakosság, és ezért és a világ mekkora hányada élt bennünk. Nagyjából ki lehet számolni, ez volt a Holy Roman Empire, Habsburg birodalom, ugye? Hát azok ott, azok a különféle kínai császári dinasztiák korszakában nézve a lakosság arány. Tehát olyan, hát egyszer volt egy olyan, hogy 14%-ra lezuhant, az ugye a mongol időszakban volt, de egyébként ugye a 25 és egy adott pillanatban, 1800-as évek elején 35% fölött. A világ népesség 35%-a fölött, nem tudom, azt veszik-e, hogy kb. Miről beszélünk itt. Miért érdekes ez? Mert azért érdekes ez, mert ha ezek birodalmak, az azt jelenti, hogy valami fajta bizonyos koherenciája van, tehát egy hatalmi rendszer, ami képes cselekvésre. Ezt most fordítsuk akkor vissza Európára egy kicsit. És menjünk át nem a lakosság számára, hanem a világgazdaságban való részesedésre. Az európai csúcstartó Nagy-Britannia 1500 óta, mikor is a 19. század második felében, 20. század fordulója táján 9,5%-a körül volt a brit GDP, a világ GDP-nek. Tehát ez az a bizonyos, hát a csodálatos brit birodalom. Okay. És ahhoz, hogy a következő ábrán, hogy behozzam a nem európai aktorokat is, ahhoz a, lenne jó egy mutató, de látják, ezt a 10-est be van karikázva? Na, azt most lehozom ide, és 40-esre föl fogom tolni a skálát, hogy beférjen. A többi. Okay. Tehát ez ugyanaz, mint amit az előző mutattam, ez a UK, ugye? 10-es. Ezek a bizonyosok az európai nagyság. Ezek itt. És ehhez képest van gazdasági erőből számolva Kína és India. Csak akar jelezném, 1820-ban Angus Madison szerint a kínai GDP a világ GDP 36%-a volt. Tehát megfelelt a lakosság arányának. Tehát azt is mutatnánk, hogy Kína a világ átlagon volt egy főre jutott GDP-ben, csak hát akkor a ország volt, hogy a világ több mint egy harmadát tette ki. Ezek a sztorik. Ez volt a
mondjuk így a status quo, amit meg kellett változtatnia a nyugatnak ahhoz, hogy eljusson oda, ahol most tart. Ezért történik az, itt van ugye 1920, itt indulnak el a különféle háborúk, ja, és körülbelül ez az időszak a opium, opiumháború, boxerháborúk, körülbelül itt, és itt körülbelül összeomlik a császárság, tehát a Kína egész területét lényegében polgárháború keríti hatalmába, és ott a polgárháborúban több generáció döglik bele, közben zuhan a gazdaság, és ugye itt, körülbelül itt jön létre az a forradalmi kommunista parasztmozgalom, aminek a lélére végül is Mao Zedong kerül, aki arra volt képes, hogy a parasztok mozgósításával megtörje a városok uralmát, és békét pacifikálja az országot. Ez történik itt. Ezen a ponton Kína, amely 1820-ban 36%-a volt a világ GDP-nek, Kína 4%-on áll. 4-es. 4. Okay. 1/9-ére zuhan össze. India hasonló történet, de ott az, ugye, az még ráadásul direkt rúl is volt, ugye? Tehát ott még közvetlenül uralkodottak a britek. Hát a királynő hát kegyesen elfogadta Indiát. Mint a brit királyi korona legfényesebb ékszerét. Tehát ezek a tények, most ez igen az lényegében csak nem komplikálom ezzel. Ezzel most elég világos, hogy a birodalmak fogalmához jutottunk el. A birodalom, ez egy, csak így mondom, az ezelőtt egy jó pár évvel PhD hallgatóimmal az USA-ban csináltunk egy kis kötetet, ami megjelent magyarul is a replikában, és ennek az volt a címe, hogy az EU birodalom kérdője. És hát ez volt az a pont, ahol engem a budapesti, hát hogy mondjam, érzékenység mondjuk hát el meg nem fogadhatóvá tett, vagy annak talált. Én ott nem azt mondtam, hogy az EU birodalom kérdőjel volt. Hát ilyen írásjelek tekintetében vannak gondok még nyilván, de ide. Hanem azt mondtam, hogy az állam, az egyes állam fogalmánál van, léteznek nagyobb közhatalmi szervek is. Ennek különféle formái vannak, kevésbé és inkább koherensek, tehát ugye jobban összetartók és lazábbak. Így például létezik a birodalom fogalma is. Az EU-ra nyilvánvalóan nem alkalmazható a birodalom fogalma, mindjárt megmondom, hogy miért, de ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem, nincs az az opció se, hogy ne alkalmazzuk az a birodalom fogalmát, hogy nem tudom, értik-e, hogy akarok utálni. Tehát, hogy lehet, hogy az lenne a jó, ha kitalálnánk valami más szót, a jóság. Ez az, ez a szó. Ami alatt azt értjük, hogy egy olyan birodalom, amelyikben nincsen császár. Az a jóság. Vagy nekem több mindegy, Ferencváros. Tehát akármi, random, csak válaszolunk ki valamit, de hát én nem voltam ilyen értelemben észmélt, tehát én azt írtam csak, hogy birodalom kérdőjel, és hát ez nyilvánvaló. De nyilván volt ebben előteljes politikai provokációs indítatás is. Tehát a birodalmak azok olyan, ezek társadalom fölötti szervezetek, amelyek egybe foglalnak, egyetlen hierarchikus rendszerbe foglalnak korábban független, vagy egymástól viszonylag különálló egységeket. Ennyi. Ezek kell hozzá, hogy a császár kifejezi azt, hogy ezek, hogy ő a királyok királya. Tehát ugye, tehát az a császár definíciója. És hát nagyon komoly szerepük van a birodalmaknak a politika történetben, hiszen a modern államok óriási többségét, így vagy úgy, többséget, birodalmakból jött létre valamilyen formában.
konkrétan kétféle birodalmat ismer a szakirodalom, ez szerintem borzasztó hasznos, tudom, hogy már nagyon fáradt mindenki, de egy picit ürelmet kérek. Még az egyik az a több ezer éve létező szárazföldi birodalom, például ennek a, ugye például a kínai, de van a Mughal birodalom ugye a indiai félszigeten, vagy az orosz birodalom is ide tartozik. Nagyon nagy számú ilyen birodalom létezett Afrika területén, de az inkák és így tovább, tehát a mai Latin-Amerikában, stb. És van egy sokkal későbbi, tehát kifejezetten új sütetű birodalmi rendszer típus, azt pedig úgy hívják, hogy tengeri birodalom vagy gyarmat birodalom. Kettőnek tulajdonképpen csak a neve az, ami összekapcsolja őket, illetve az a tény, hogy korábban egymástól elkülönült egységeket olvasztanak egyetlen hatalmi rendszerbe. A szárazföldi birodalom az olyan, mint amikor egy térképre rácsöppentünk egy tintapacát. Tehát így terjednek, így, és akkor így minden irányban, a két dimenzióban terjednek, addig, ameddig ellenállásban nem ütköznek, ez az ellenállás lehet egy másik birodalom, de lehet mondjuk a tengerparti súly, vagy a Himalája. És ennek ugye az a következménye, ugye, hogy két dimenzióban működnek ezek a birodalmak, az például a társadalmi életre vonatkozóan azt jelenti, mint azt már említettem a Zhengzhou-féle flottáról is, meg a kínai városokról is, hogy ugye a központhoz képesti elhelyezkedés, konkrétan a távolság, az a birodalmi rangban való elhelyezkedésnek felel meg. Tehát, hogyha te nagyon magas rangot érsz el a birodalmon, de az abban is kifejeződik, hogy te csak 30 km-re laksz Moszkvától. Visszafordítva, aki Novoszibirszkben lakik, az nem lehet magasan a birodalmi hierarchiában. És ahogy itt távolodunk a központtól, ugye megváltozik a népség, az a társadalmi csoportok funkciója is, és ahogy egyre jobban távolodunk a központtól, ugye egyre erősödik a védelmi funkció. Tehát ugye kifele való védelmi funkció. Ez a szárazföldi birodalom. Most ehhez képest van a gyarmat, ez 5000 éves minta. A világ minden földrészén található. A másik, a gyarmat birodalom, az egy különös lény, az ugye áll egyfelől egy gyarmat tartó országból, mondjuk egy nem túl nagy országból valahol Európában, és a gyarmatból, ami lehet icipici, egy sziget, ekkorka kis sziget, három pálmafával, de lehet mondjuk olyan törpe minoritás, mint mondjuk az emberiség 15%-a, lásd India. A kettő iszonyató távolságban van egymástól, és ilyen vékony vektorok kötik össze, mely vektoroknak az a lényege, ugye, hogy abban folyik a kapcsolat, a minden lényeges birodalmi kapcsolatrendszer. Tehát a hatalom, a hadsereg, a bírák, a törvények ott utaznak, és természetesen az érték is utazik ugye a gyarmat felől az európai központba. Tehát a két birodalmi típus borzasztóan elüt egymástól, és hát nyilvánvalóan ez hát egy siheder ehhez képest történelmi, ugye? Tehát egy nagyon késő. Ezt a típusú birodalmat egyébként, mint rendszer típust, ezt nagy részt már felszámolták, rá is térek. Ez csak egy picit arra, hogy érzékeltessük a birodalmi, a gyarmati rendszer, hát hogy mondjam, dimenzióit. Tehát ugye indult a dolog úgy, hogy két gyarmat tartó volt, Portugália és Spanyolország, 2-3-3 pici kis gyarmattal 1500-ban, és akkor így 1600-ra már így néztek ki, 1700-1800, stb. Az a nagyon, mint ami a rákos sejtburjánzás, az a brit barátaink. És akkor, tehát ez például 1900-ban, ez a brit birodalom, ez a francia. Tehát addigra már ugye szépen megnövekedett a gyarmattartók száma, ugye. Na, hát a dolognak olyan történelme van, hogy ez egy elég hasznos ábra, nem én csináltam. A kék vonal az a gyarmatfoglalások történelme. Tehát a nagyságrend ugye annak, hogy mekkora részét hasítja ki a Európán kívüli világból az európai hatalom. Valamelyik európai hatalom, tehát ugye ennek is voltak ilyen hullámai, stb. Mindjárt rátérünk erre, és van ez a piros, az pedig a gyarmati felszabadító harcok.
emiatt teszem ki, tettem ki ezt a rajzot, mert többek között senki tartjuk fejbe, hogy a mi 1849-es forradalmi szabadságharcra hallgató történelmi emlékünk, amelyet minden évben többé-kevésbé megünneplünk, lengyel barátaink segítségével. Az tökéletesen együtt volt a latin-amerikai gyarmatbirodalmak felszabadulásával. Tehát a Latin-Amerika az 1791, a haiti rabszolgafelkelés, és 1850 között vált. Tehát a Latin-Amerika mai arca, tehát azok az államok, amelyeket ma felismerünk, államok, Bolívia, Argentina, ezek mind ebben az időszakban jöttek létre, akkor, amikor az első magyar modern állam kísérlet is jöttek. Erről se tanulunk semmit, tehát mindegyikből is tanulnánk. És akkor van ez a 19. század második felében van egy ilyen kicsúcsosodása a gyarmatfoglalásnak, az nem más, mint a berlini Afrika konferencia, amelynek az volt a lényege, hogy a frissen létrejött német egységes német birodalom összehívta az európai nagyhatalmakat. Berlinbe felraktak egy óriási Afrika térképet a falra, és egy ilyen mutató pálcával szétosztották egymás közt azokat a részeket, amelyek nem voltak még gyarmatosítva, ami van rajzom is róla, amit pillanatban megmutatom. És akkor ez a rendszer omlik össze a II. Világháború végével. Tehát II. Világháború 45 és 70 között körülbelül. És Berlin mindig van néhány, de hát ezek ilyen proforma gyarmatok, mert tulajdonképpen a szó előtti értelmében nem léteznek. Tehát ez volt ez a II. Világháború után, és akkor ilyen is érdekes módon itt. Tehát a gyarmati rendszer végső összeomlásának kellős közepén jön létre az Európai Unió. Tehát magyarul, mit ad Isten, a volt gyarmattartó európai országok, melyek egy ponton be kellett, hogy lássák, hogy nem fogják tudni, tehát nagyon-nagyon költséges lenne fenntartani ilyen erőszakkal a gyarmati rendszer, tehát így dőltek össze dominóként a gyarmataik. Összejönnek amerikai segítséggel, létrehozzák az Európai Uniót. Ez az az EU, amit mi Varga Miklós segítségével ugye, úgy tekintünk, hogy szeretni kell gyönyörű nőt. Így nézett ki ott az Afrika térkép, ugyanek ezek az új emberek. Egyébként az osztrák-magyar monarchia is képviselő volt, meg Oroszország is nem igazán voltak nyerő gyarmatosítási szempontból, de kétségtelen, hogy volt osztrák-magyar gyarmat is Tianjinben. Tehát volt kb. egy ilyen fél négyzetkilométernyi kereskedelmi terület, amit sikerült kiszakítani egy Tianjin nevű kikötővárosban, ez volt a magyar gyarmat. Továbbá van az északi tengerben, valahol Szibériától északra egy Ferenc József föld nevű helye, de akkor nem lett semmi. No, a lényeg az, hogy ez egy kicsit ismétlés, ezt most jönne az a érdekes dolog, hogy én nekem ezt most, én most ezt beindítanám. Sometimes I like to compare the European Union as a creation to the organization of empires. Empires. And because we have dimension of empires. But there is a great difference. The empires were usually made through force, with a center that was imposing a diktat, a will on the others. And now we have what some authors call the first non-imperial empire. We have, by dimension, 27 countries that freely decided to work together to pool their sovereignties, if you want to use that concept of sovereignty, and come together to influence. I believe it's a great construction, and we should be proud of it. At least we in the Commission are proud of our union. Can I answer? Yes, please. I think it's also, wasn't it, Delors who said jokingly that you also have to be either genius or French to understand the construction of it, but I propose something much more sort of useful to citizens, and that is Solutions United, like a football team. Solutions United, like a football team. Egyébként én ezzel egyetértek, tehát
Az EU, gyorsan átpörgetem, ez nem olyan fontos, mert arra kis időre, ami még hátra van. Tehát ugye ez az EU részesedése a világgazdaságból, kezdetektől fogva. Ugye itt volt egy rövid időszak az 50-es évek közepétől, elejétől a 60-as évek elejéig, amikor növekedett, icipicit, de növekedett az EU részesedése a világból. Attól kezdve, tehát 1961 óta az Európai Unió világgazdasági részesedése szekuláris csökkenésben van. Szekuláris trend, tehát lefele, tehát a szekuláris azt jelenti, hogy semmi nem befolyásolja, az csak megy lefele. Tehát ugye van ez, és hogy ez mi azt mindjárt mondom, van ez és ez. Most hogy ez mi, tehát hogy mitől nem lett ez az egész egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen a globális, tehát ilyen kacagásnak a tárgya, tehát hogy a komolyság látszatát meg tudta őrizni, hát ezek az úgynevezett enlargementek, tehát a bővítések. Tehát ugye nem azt kell megérteni, hogy az EU miért bővít, mert ugye különben milyen jó lenne nekik ugye egymás közt. Hanem azt kell megérteni, hogy miért nem bővít tovább. Hiszen az egyetlen eszköze arra, hogy a globális súlyát megőrizze, az a bővítés. Az európai gazdaság technológiai, gazdaság szerkezeti, mindenféle egyéb összetevők sajnálatos módon arra felé mutatnak, hogy nem lesz európai gazdasági növekedés. Felejtsük el? Különösen abban a kontextusban, hogy Kína 1980 óta átlagosan szekuláris trend 7,5%-kal növekszik. Évente. Jó? Tehát az EU ebben az értelemben ez a realitás, és így illeszkedik bele a kibővítés. Hát mi ez vagyunk? Ez a 10 ország. Itt ez. Ugye? Tehát Málta, Ciprus és a 8 kelet-európai volt szocialista ország. Na jó, hát akkor már csak ezt kellett hozzátenni. Ugyanaz az adat, csak többieket is hozzátettem, ez az Egyesült Államok szekuláris trend, hát a földbefúrodás felé, tehát ugye indult az 50-es évek elején 28%-a körül volt a világgazdaságnak, most van 18-on, ez 2008-ban volt, ez azóta már tovább ment le, ez is tovább ment le, és ez pedig körülbelül itt van, ez Kína, vagy... Jó? Többi talán nem is érdemes. Ja, még egy dolog, ez mint a háború van a környéken, ez volt szovjet térség. Bocsánat, nem hülyeséget, ez volt szovjet térség. Hát ebből Oroszország körülbelül ennyi. Így. Tehát aki azt mondja, hogy az oroszok azért háborúznak Ukrajnában, mert az amerikaiaktól át akarják menni a globális hegemóniát, az nem teljesen van jól. Tehát olyan nem volt, hogy egy félperifériás ország a világgazdaság, nem tudom, 4%-ával globális hegemon lett volna pocsika. Tehát ez nevetséges. Tehát más a sztori, más a logika. Van logika, biztos vagy benne, de nem az, hogy ők. Ha valami, akkor az 100 év múlva a Pécsi Egyetem szakkollégiumában valaki arról fog beszélni majd, hogy hát az oroszok megtámadták Ukrajnát és kikaparták a gesztenét ezzel Kínának. Körülbelül ezt tudom így elképzelni. Ezt egyébként nagyon fontos dolognak tartom, mert szerintem a teljes magyar szellemi élet pedig belement abba, hogy ezt mi tudjuk, de nem tudjuk. Nem tudjuk azt. Tehát semmiféle értelmes beszéd arról nincs, hogy ebből mi következik rám nézve, és hogy mi a jó, mi a jó benne, stb. Nagyon érdekes probléma egyébként, hogy fog működni az a kapitalista világgazdaság, amelyben a kommunista párt vezetése alatt álló kínai népköztársaság diktálja a feltételeket. Érdekes lesz. Érdekes lesz. Már nem érem meg, de érdekes lesz. Na mindegy. Akkor itt már nagyon végén járok, csak egy kicsit a jelenről. Ugye ez volt a Shen Fu Wei, ugye a 200 Krisztus után 200-ban, ugye a Shen Yamut, ugye?
rendszer, ez pedig a kínai, hát angolra van, de van road, nem tudom magyarra, hogy fordítják. Új Sejemút, azt hiszem úgy hívják, kezdeményezésnek a tervezete, egy ilyen nagyon sematikus képet, szerintem ugyanaz. Ez nem azért van, mert a kínaiak szemetek vagy valami, hanem ez adódik. Így jövődik magát a földrajz, ott vannak az országok, amelyek, azok között kell megtalálni a kapcsolatot, infrastruktúrát építenek mindenhol, vasutat, kikötőket, vasutat, tehát nyilván hosszú távra terveznek, tökéletesen reprodukálja a 2000 évvel ezelőtti makrostruktúrákat. Érdekes, nem? Na, és akkor végezetül a rasszóra egy picit, de ezt most talán muszáj lenne. Még egy picit, mondj, 5 percet még? Tehát ugye az van, hogy még mindennek tetejében, hogy ne legyen olyan nagyon jó minden, mert eddig szuper volt, úgy gondolom minden. Még az is van, hogy feltalálta az emberiség ezt a rassz nevű dolgot. Ez egy tudománytalan baromság, semmi alapja nincs. Tehát ugye az állítás az, hogy nem fajról beszélek, tehát emberi faj van, különbözik a többi fajtól, bár nem olyan nagyon, mondjuk egyébként, de viszonylag kismértékben, mondjuk a hóvilágtól, azt hiszem talán 95%-ban azonos a géntartalmunk a hóvilágéval, vagy meg. Mindegy, de az emberiségen belül létrehozták ezt az alkategóriát, hogy rassz. Elég hosszú ideig tartott, amíg ez kikristályosodott. Most a rövid elmondása az, hogy ez azért jött létre, mert a 19. században került, hogy mondjam, a szellemi hegemón helyzetébe ez a világlátás. És ennek az volt a logikának a lényege, hogy akkorra ért el a világ azt a helyzetet, hogy az európai központú gyarmatbirodalmak beterítették a Földet. Tehát már nem lehetett tovább terjeszkedni, mert akkor beleütközöl valaki másba. Ugye? És olyan mértékig előnyössé lett a nyugat-európai, hát főleg a tőke, tehát a polgári osztályok, és az államok számára ez a gyarmati rendszer oly mértékig sikerült hihetetlen, számukra is megdöbbentő mértékig sikerült kiszippantani az értéket a világ többi részéből, hogy el kellett morális magyarázatot kellett rá találni. Meg kellett találni azt a magyarázat, és ugye komoly problémáik voltak, mert ugye ők amilyen mértékben kereszténységet próbálták úgy nagyjából képviselni. Hát ugye a keresztény nézőpontjából az, hogy ellopom a másiknak az összes mindenét, és én élek belőle, ez nem teljesen, mondjuk nem ez a piszkosi tanítás lényege. Ugye? Talán ezt mondhatjuk. De ugye néhány ilyen, hogy mondjam, a lábjegyzetet hozzá kellett fűzni ehhez, hogy ez úgy erkölcsileg elfogadhatónak tűnjön. És ennek a dolognak a, tehát egy ilyen igazolási mechanizmusként terjedt el, mint a populáris kultúra, tehát a nyilvános kultúra része a rassz gondolkodás, aminek ugye az az állításnak a lényege, hogy az egységes emberiséget diszjunkt csoportokra osztja, tehát olyan csoportok, azt képzeli, hogy ezek a csoportok ezek egymástól úgy különülnek el, hogy nincs köztük átfedés, ugye? Egy. Kettő, hierarchikusan helyezi el ezeket a csoportokat. Ez csak érdekességképpen a mai Mexikó akkor új Spanyolországnak hívták. Területén 16 rassz kategória volt erőnyben a 18. században. Tehát magyarul létrehozta a diszjunkt csoportokat az emberiségen belül, természetes baromság, tehát érvénytelen. Hierarchiában helyezi el őket, felháborító baromság. Azt állítja, hogy ez a hierarchia, amiben helyezi, ez konstans. Tehát, hogy tök mindegy, hogy most mit tudom, matematikai képességek, vagy magasugrás, vagy zene, vagy mit tudom én, mi tekintetében nézzük, szépség tekintetében nézzük, mindig ugyanaz lesz ez a hierarchia. Konstans a hierarchia. Egyébként azért azt, hogy most éppen beidézem azért a mi drága jó Max Weberünket,
szerintem valamennyien tanultak, hogyha vettek fel a szociológia órát, hallottak már a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című kötetről. Amikor ezt a könyvet 1905-ben jelent meg, és 1920-ban, Weber halálának évében, terve vettek egy több kötetes Weber vallásszociológiai gyűjteményes kötetet, és felkérték a mestert, hogy írjon hozzá előszót ehhez a kötethez. És pár hónappal a halála előtt Weber írt hozzá egy előszót, mely előszóban az szerepel, véletlenül a magyar nyelvi változatot nem találtam meg a héten, nem tudom hova, hogy korábban meg volt, de nem tudom hova. Volt egy kisebb fajta összeomlás a komputeremben, és azóta kicsit bajba vagyok. Na mindegy. Szóval ő azt mondja a legvégén, ennek a bevezetőnek a előszónak a legvégén, végezetül a probléma antropológiai oldalát is tekintetbe kell venni. Hát itt én belém már kicsit belém hasított a dolog, de hát remélem, hogy mégis azért talán inkább csak kultúrantropológiára tetszik gondolni. Ha ismét és ismét újra és újra azt találjuk, hogy a nyugaton is csak a nyugaton találunk bizonyos típusú racionalizációkat, akkor természetesen egy bizonyos feltevés jelenik meg előttünk, mint lehetséges, hogy hát most az angolból mondom, heredity is playing a decisive role, vagyis az öröklés, az átöröklés döntő szerepet játszik. És akkor én még itt, amikor ezt először olvasom, akkor már több imádból szorított engem ez a dolog, de hát imádkozom. Csak az legyen, hogy a nagypapától örökölte a vagyont, az az öröklés. És akkor azt mondja, hogy a szerző megvallja, hogy ő személyesen is szubjektíve arra hajlik, inclined, hogy nagyra értékelje a biológiai átöröklés szerepét. Tehát mondjuk így szociológus mondom, tehát a mi tudományunknak az egyik legnagyobb klasszikusa, a halál előtt pár hónappal nyíltan megvallja, hogy bocsika gyerekek, én nagyon sajnálom, szégyellem magam. Tudom, hogy nem szép dolog, de én egy rasszista dög vagyok. És ez ezekkel a szavakkal. Tehát most jó? Tehát ugye az van, hogy ezek a... ez a hierarchia, ez konstans, tehát minden szempontból mindig ugyanaz a hierarchia ezek között a rassznak, vagy populációknak nevezett csoportozatok között, és hát mit az Isten mindig életlenül épp a fehérség van a csúcson. Így alakult, hát gyerekek. Valakinek ott mégis kell, ott is kell lennie. Egyébként azt ugye ezt az illusztrációt ezt csodálatosnak találom, ez egy a Robinson Crusoe nevű című könyvnek egy francia 1877-es kiadásához. Jó? Egyik kézben úgy tűnik, mintha a földgömb lenne, másik van egy ekkora fallikus kard. Jó fej. Csak jó fej. És itt mutatok néhány ilyen Európán belüli érdekességet, mondjuk ez egy 1848-as Punch nevű brit szatirikus lapban megjelent karikatúra, ez volna a brit oroszlán, ez pedig az ír majom. Konkrétan kis partincával. 1893. As we dare to call the monkeys in the zoo by Irish names. Oké, okay. Átugrom a közepét. It's really very hard on the monkeys. Lefordítsam, vagy megvan? Jó. Tehát körülbelül ez a 1958 Brüsszel állatkert. Kongói család. Jó szándékú, kedves polgárok,
viszik a banánt és osztják a kis csajnak. Na, lényeg az, hogy itt a fehérség körül forog az EU-ban, egyáltalán Európában minden. Kétféle institucionalizációja van. Az egyik az Európa, a másik pedig a Nyugat fogalma. Ezek, hogy milyen nagyon kevéssé álcázott fehérség, tehát rasszhivatkozásokként működnek. Most nem játszom be a Organikus Európa című filmét, pusztán a közönség iránti előtiszteletből, amikor egyébként elő fogom adni ugyanezt Pozsonyban és Bécsben, április végén, tervek szerint. Ott be fogom játszani, csak azért, hogy érezzük, milyen a magyar szenvedés. Na de várjunk már, hogy nem tudunk is tovább. Na de ezt viszont mindenképpen. Tehát ez egy olyan videó, amit az Európai Bizottság egy pályázatot kérdezett meg arra, hogy videók készüljenek arra nézve, hogy hogyan lehetne népszerűsíteni a bővítést. Tehát ez EU bővítés, konkrétan bennünket. Mégis fogadjon már el a nyugati polgár bennünket is. És akkor ez lett a győztes. Hát akkor még lélegezzen miért. Na, nem már. Elégedettem nekem. Elvilem ezt. Megint. Értékelik, hogy szült hal van oda téve kis szakadt kis pulóverében a posztkoloniális kacsasztalíz partítója. Ahogy is menjünk tovább, igen. Igen, na szóval most ott az van, hogy ezzel nagyjából vége van az előadásnak, amit gondoltam, de azt gondoltam, hogy a végén még mutatok egy néhány ilyen érdekességet. Ugye ez